Sziasztok! Mielőtt elindulnék a kajakpályára, mert eszmetlen jó idő van, akarok menni egy kört. Muszáj, hogy kérdésekre válaszoljak, ugyanis ugye tegnap volt egy nagyon szuper képzésünk, egy egész napos őrület, és hát ott olyan ajándékesők voltak, és hát rengeteg ajándékot kaptam, és ezekről részletesen be kell, hogy számoljak nektek, úgy gondoltam, mert kérdeztétek, szóval itt van Samurája bandája. Egy igazi gyöngyszem. Ez nekem régi álmom, hogy legyen egy ilyen késem. De ennek van egy története. Nem tudom, ismeritek-e ezt a fajta kést. Ez egy őrület, tehát nagyon vigyázni kell, mert ez így szét, simán levág az ember kezét, hogyha ez rosszul használja. Hogyan találtam én erre a késre? És hogyan kezdtem el vágyni egy ilyen késre? Következő. Van egy gyémánt barátom, aki hát nem régen vett itt Alpár környékén egy gyönyörű halastó mellett lévő tanyát. Tehát a tanyához hozzátartozik egy halastó is. Ez egy jó, nem egy álomház. Na és akkor, ahogy megvette, kihívott egy ilyen grill partira. És ott sütögettünk mindenféle érdekességeket. És hát, hogy ne unatkozzunk, míg ő megsüti a húsikat, mondta, hogy vágjunk már föl ilyen hát fokhagymát, tudod, így vágjunk föl fokhagymát. És hát ott a fokhagyma daraboló az egy ilyen kés volt. Na most ezt nem tudtam, hogy ez micsoda. És úgy elkezdtem így a magam módján darabolni a fokhagymát, ami jó sikerült, csak maradt a késen egy csomó fokhagyma. És akkor én úgy szoktam, hogy úgy, amikor marad a késen, hogy így lesöpröm a késről. Hát így történt, csak az a baj, hogy ezzel a mozdulattal én csontig bevágtam egyik ujjamat. De úgy, hogy kész, mondom, itt lóg minden. Viszont rögtön láttam, hogy ez nem akármilyen kés, de volt nálunk egy úgymond csodaszer, ami sokan hitetlennek gondolják, vagy hitetlenül nézik, hogy mit mondunk mi erről a csoda dologról. Volt nálunk egy olyan cucc, amivel becsöpögtettem a nyílt sebbe, szó szerint, és ha hiszitek, ha nem, nem kellett összevarni, nem kellett igazán orvoshoz se bennem, mert tudtam, hogy mit fog csinálni ez a cucc, és teljesen hegmentesen gyógyult, sőt, azt tudom nektek mondani, már másnap szinte alig látszott, hogy ott van valami, ez ilyen, mondom, teljesen csoda kategória, de én ezt átéltem, és hát már nincs, tehát nem látszik, tehát körülbelül egy 4 nap után nem volt már sebb sehol. Oké, bekötöttem mindent, de semmit nem csináltam, csak egy bizonyos anyagot belecsöpögtettem, bekötöttem, és tényleg hegmentesen gyógyult. Tehát elkezdtem komolyabban venni magát, ezt a cuccot, meg ezt a kést. Tehát ennek a késnek ez a története, és persze nem ez volt a bűnös kés, hanem egy ehhez hasonló, és akkor megígérte gyémánt barátom, hogy ha elérek egy bizonyos szintet egy bizonyos cégnél, akkor megkapom ezt a kést. Tehát nem azt, hanem egy-egy ilyet. Na most én utána elkezdtem vágyni erre a késre, meg arra a bizonyos szintre. És ez ugye közel 10 hónap alatt megtörtént, és megvan az ajándék, ez a kés. Úgyhogy lehet, hogy ez nektek nem mond igazán semmit, viszont nekem ez egy nagyon jó dolog, így mutatom. Úgyhogy érdemes egy ilyen késre vágyni. Hát aztán más is van ennek a hozadékába, de azt majd egy következő videóban mutatom meg. Vannak még ajándékok és történetek, úgyhogy figyeljetek, mert hozok majd még érdekes történeteket. Sziasztok, a Teremtőről legyen veletek, és kellemes karácsonyozást, meg hát aki sportol, az kellemes sportolást, mint én is mindjárt megyek. Sziasztok!